És hát arról nem is beszélve, hogy ami egy nagyon széles körű jelenség volt az elmúlt rendszerben, hogy volt egy hivatalos verzió, és hogy a családokban egészen másképpen ment. Tehát ugye hivatalosan ellenforradalomnak hívták 56-ot, otthon viszont azért igencsak forradalomról beszéltek az emberek, néhol még a szabadságharc is elhangzott például az én családomban. Na most ez segíthet egy ilyen komplexitás valamiféle összerendezésben, egyfajta mélyebb megértésben, egy olyan energiaforrását tenni minden egyes ember számára, aki ezzel foglalkozik, és akinek ez fontos, vagy képes arra, hogy foglalkozzon ezzel, ami azt hiszem, hogy egy új perspektívát jelenthetne mindannyiunknak. Ugyanis gondoljunk arra, hogyha képesek vagyunk arra, hogy a tudatosságunkkal visszaemlékezzünk arra, hogy mondjuk egy, és most tényleg ne politizáljuk át ezt a helyzetet, mondjuk az a bizonyos piros fonál egy adott esetben ezt mondta, és a zöld fonál egy valami egészen mást mondott, ezek mint hogyha helyet cseréltek volna. Tehát tulajdonképpen, ha ezek egymásnak ellent mondtak, akkor az emberi tudat hajlik arra, hogy csak azt tartsa meg az emlékezetében, amelyikkel azonosul. És mindig azonosulni akarunk valamivel, mert nem jó vesztesnek lenni, mert nem jó gyengének lenni, mert nem szeretjük, hogyha kinevetnek minket, hogy ó, hát te ilyen avul dolgokkal foglalkozol. És számtalan más emberi dimenzió van, ahol ezeket nem vagyunk képesek egyszerre fenntartani. Az egyik ember most a politika komplexitásában, vagy ahogyan most látjuk a történelmet, már lehetőségünk van egy nagyobb komplexitásban kezelni. Itt van például a pártoknak a története. Valamikor a 50-es évek előtti időszakban gyakorlatilag ez a szalámi taktikával gyakorlatilag megszüntették, vagy bezárták, vagy tönkretették a pártokat, de ugyanígy mondhatnánk a különböző szerzetes rendek történetét. És akkor hol voltak ezek 50 éven keresztül, mert 89-ben a semmiből nőtt ki hirtelen, én nem is tudom, 20-valahány politikai párt. És ezeknek egy része komolyan, keményen birkozott azért, hogy őket tekintsék a 48 előtti pártok letéteményeseinek. Tehát ott húzódott ez a fonál, csak alul volt, nem látszott, és úgy csinált a történelmi korszakban, a szocialista történelmi korszakban, úgy csináltunk, mintha az nem lenne. És bizonyos szempontból nem is volt, hiszen nem voltak bejegyezve, nem voltak legálisan működőképesek, de az embereknek az emlékezete fenntartotta ezt. Vagy itt volt mondjuk a népfőiskolai mozgalomnak a története. Akkor, amikor megszüntették a népfőiskolákat is, mégis voltak sok-sok ember, sok száz ember, aki ennek az emlékezetét fenntartotta, táplálkozott abból, ami történt vele. Erről nem volt szabad beszélni, nem volt szabad összegyűlni, de amikor 86-ban az első ilyen találkozó megtörtént, akkor hirtelen kiderült, hogy rengeteg embernek ez nagyon fontos, jelentőségteli. Ennek a kis csoportnak az emlékezete képes volt arra, hogy ezt a szálat felhozza ismét a felszínre, és megújítsa. Most így került föl sok-sok szál, és ezeknek a szálaknak egy része egymásnak hát ellentmond. Tehát tartalmilag nagyon sok ellentmondás van ezekben. Az egyik ember így emlékszik, az egyik dokumentum ezt mondja, a másik ennek ellentmond, és megint azt tapasztaljuk, hogy sokkal könnyebb elnyomni ezeket, azt mondani, hogy ez nem is volt, vagy nem úgy volt, meg megsemmisíteni, ugye erre is voltak különböző konstrukciók. Miért olyan nehéz integrálni, Kati? Hát az integrációról még nincsen szó, még egyelőre csak az emlékezetnek a felfedéséről van igen, szó. Igen, tehát hogyha jól értem, akkor te azt mondod, hogy van egy nagyon erős emberi hajlam, és hogy a társadalomnak, tehát az egyes embernek is, és a társadalomnak is van egy olyan hajlama, hogy a győztessel azonosuljon. Ugye a történelmet is mindig a győztesek írják. Egy-egy szállal azonosulni, egy-egy szállat kiemelni, elfelejteni, hogy valamikor az a szál is a mélyben húzód, elfelejteni az összes többi szállat, ahogy te mondtad. Tehát ebből az derül ki, hogy mennyivel gazdagabbak lennénk, hogyha minden szállat, vagy legalábbis arra törekednénk, hogy a maga komplexitásában lássuk a történelmet és a saját történetünket. Mégis ott van ez a nagyon erős emberi hajlam, hogy valamelyikkel azonosulni és kirekeszteni az összes többit. Szóval
vissza, hogy miért van ez, és miért nem nekem természetesen adódik ebből az integráció, hogy ezeket valahogy integrálni kell, valahogy össze kell szűrni ahhoz, hogy ez tényleg egy erős, strapabíró szövedék legyen. Olyan előnyösnek tűnik ez, és mégsem ezt csináljuk. Vagy mégis nagyon kevesen jutnak el arra a szintre, hogy ezt meg tudják csinálni. És ez érdekel engem, hogy ez miért van. Hát nézzünk egy nagyon egyszerű példát. Képzeljük el, hogy mit tudom én, az iskolában egy gyereknek azt mondják, hogy te most fiam felej ebből és ebből, és azt mondják, hogy hibáztál. Egy adott részt jól tudod, de van benne egy hiba, akkor 4-est kap. Na most ennek a gyermeknek az élménye az, hogy ő tud valamit, tett valamit, megtanulta a leckét, és ebből valamit nem jól adott vissza, hibázott. Most, hogyha ez a tanár megszégyeníti, azt mondja, nem csak azt mondja, hogy hát ezt most nem tudtad, Jancsika, és most akkor ezért csak 4-est adok, hanem azt mondja, hogy Jancsika, nem szégyeled magad, hogy ezt se tudod? Pedig már hányszor elmondtam. Vagy szégyent hozol az apád fejére, pedig ő ilyen-olyan-amolyan. Vagy a bátyád ugye nem ilyen volt, és te miért ezt csinálod? Tehát Magyarországon nagyon nagy divat úgy nevelni, nem csak az iskolában, hanem az otthonokban, a családokban, hogy megszégyenítjük a gyermekeket. Bocsánat, de ha már itt történelemről beszélünk, azért politikai szintéren is megszégyenítés van. Tehát te odaálltál, tehát akkor te nem vagy ember, vagy rongy ember, vagy stb. De valahol mégiscsak ebből a bázisból indulunk el mindannyian. Tehát ez Magyarországon poroszos nevelésnek, sok minden másnak nevező, egy kemény, fenyítő magatartás, ami nálunk nem annyira a brutalitás felé ment el, bár arra is elég sok példa van, hanem valahol az érzelmi hát az érzelmi kínzás felé, amit nyugodtan lelki terror például, igen, ez is egy jó kifejezés, tehát valahol a megszégyenítés irányába ment el, tehát kihasználni a gyerekeknek és a felnőttek is egymás között, ezt a játszmát játsszák nagyon sokszor, tehát a bűntudatra appellálnak. Érezd magad bűnösnek, és ha bűnösnek érzed magad, akkor biztos jobban fogod csinálni. Na most ez egy nagyon jól működő mechanizmus, hiszen azok, akik érzékenyek arra, hogy jól akarnak viselkedni, jók akarnak lenni, azokat nagyon jól lehet manipulálni, és ez már manipuláció, egy ilyen bűntudatkeltési mechanizmussal. Tehát ez elég jól be van itatva. Na most ugyanez nagyban is megy. A politikai életben, a gazdaság életben, a történelmi pillanatokban, vagy a mindennapokban egyaránt megtörténik az, hogy hibázunk. És ez egy természetes emberi dolog, hogy hibázunk. Most nagyon fontos, hogy egy embercsoportban, akkor, amikor megvizsgálják, hogy mi történt, vagyis emlékeznek arra, mi történt, akkor az, ami hibaként kerül elő, abból tudnak-e tanulni, vagy pedig megszégyenítik az illetőt bűnbakképzéssel, és mindenféle olyan lelki terrorral élnek, amellyel az az illető mint egy megnémul. Na most, hogyha így csináljuk, akkor megtanuljuk azt, hogy hihetetlen feszültséget kelt bennünk az, hogyha valamit nem tudunk, ha valamit rosszul tudunk, hogyha próbálkozunk, vagy hogyha, és a következő lépés ebben, amit most megteszek, az, hogyha egy kicsit másképp gondolom. Mert onnan kezdve, hogy valamit megtanultam, és abban hibáztam, egy következő lépés az, hogy nekem mások voltak az emberi tapasztalataim, nekem más a véleményem. Tehát most már nem egy tanulási helyzetről van szó, hanem két ember áll egymással szemben, és hogyha a két ember egymással úgy van hatalmi felállásban, hogy az egyiknek hatalma van valamilyen szempontból a másik fölött, akkor az, aki a hatalmat gyakorolja, nem mindegy, hogy hogyan nyúl a másik másféle gondolkodásához. Az, aki a hatalmon van, az mintegy el akarja tüntetni a másféle gondolkozást, mert úgy éli meg a helyzetet, hogy neki csak akkor lehet biztonsága, ő akkor van biztonságban, idáig leegyszerűsíthetjük a helyzetet, hogyha csak az az egy hang hallatszik, csak az az egy gondolat van, ami az ő gondolata. Ez pedig a félelmen alapul. Ez a megfélemlítés helyzetét fogja létrehozni,
De nyilvánvalóan az, aki a hatalmon van, és úgy érzi, hogy egy másik ember nem gondolhat valami mást, mint amit ő gondol, vagy ha gondolja történelmi méretekben, vagy társadalmi méretekben, akkor azt nem mondja el, akkor nyilvánvalóan, ha nem mondhatja el, akkor egy egységes kép alakul ki, de egy egységes kép mindig differenciálatlan. Mindig gazdagabb az, hogyha valakinek van egy véleménye, lehet tudni, hogy ez mondjuk a fő vélemény, és sokféle más vélemény kapcsolódhat ehhez, és ezek mind gazdagabbá teszik a helyzetet. Együtt mindig többet tudunk kihozni egy helyzet megértéséből. De hogyha a félelem, a félelmen alapuló hatalom megfélemlítésé válik, vagy elnyomássá válik, vagyis az, aki a hatalmon van, visszaél azzal a hatalommal, ami a kezében van, és a másiknak a véleményét nem tolerálja, hanem elhallgattatja ezerféle okkal, akár egy apa a fiát, akár egy tanár a diákját, akár egy politikai pártban az, aki az elnöki poszton van, azt a kisebb csoportot, akik egy kicsit mást szeretnének. Nyugodtan föltételezhetnénk, hogy nem rosszat akar az illető, nem ledönteni akarja az én hatalmamat, és ebben van a félreértés, hanem csak egy kicsit szeretné módosítani. És itt van az ortodoxia és a reformok közötti hihetetlen nagy feszültség. Az, aki úgy van a hatalom birtokában, hogy nem képes tolerálni a másságot, nem képes tolerálni kisebb csoportoknak a reformtörekvéseit, a megújításra való gondolatait, vagyis nem tudja azt a helyzetet elviselni, hogy esetleg ő tévedett valamiben, mert akkor a hatalmával mi lesz, a felelősségével, a róla alkotott kép megváltozhat. Tehát, hogyha ilyen mértékben ki kell szorítani a másképp gondolkodókat, akkor itt egy differenciálatlan, emlékezett, kihagyásos helyzetet hozunk létre. Tehát mind a társadalmi csoportok közötti feszültségek tolerálása egy társadalom számára egy nagyon komoly helyzetet jelent arra, hogyha ezt a feszültséget tudják tolerálni, vagyis köszönjük, jól vagyunk, van energiánk, gazdag az életünk, látjuk az értelmét, akkor mindig sokkal jobban tudják egymást tolerálni az emberek, mint hogyha egy hatalmi harc zajlik, aminek az alapja mindig a félelem. Az, akinek a hatalom a birtokában van, és el akarja hallgatatni a másikat. Egészen biztosak lehetünk, hogy valahol a mélyén mindig ott munkál a félelem. És ebből következik a hatalommal való visszaélés, az agresszió számtalan formája, és ez emlékezett kihagyásra sarkalja azt. Hiszen, hogyha emlékeznénk, akkor a folytonosság, a komplexitás, egy integráltabb kép, az mindig a saját magamat egy nagyobb csoportban való elhelyezésre sarkal, és akkor már a hatalmam nem olyan teljes.